Na jó. Remélem mindenki hall. A fölöttünk látható AMA Questions csatornában lehet posztolgatni a különböző kis kérdéseket, stb. Ádámot felhozom speakre. Remélem elfogadtad. Hallasz, Ádám? Megfelelő szintjére minket. Na jó, Dadót is felhozom. Na, mi van már? Dadót is felhozom. Ben, Kik, jön ez nem az. Invite to speak. Dadó, te is gyere. Dani, te is gyere csak szépen. Nagy azt higgyétek, itt csak kajázás lesz meg ilyenek. Na, halló. Hello. Na, ki az, aki még fel akar jönni majd a színpadra? Itt fogtok tudni kérdezni meg minden. Oké. Dadónak megadtam a lehetőséget, reméljük jön. Oké. Ádám, hiányzik-e valaki? Igen, vagy úgy általában. Na, hát, bármelyik a kettő közül, valamelyik. De szerintem nem tudom. A Harry-ket majd maximum így, ha gondolja, akkor felhívjuk még stage-re. Úgy is akarunk róla is mesélni. Van. És általában úgy van. Miért nem hallok semmit, azt kérdezi Kobra. Várjatok, beteszem ide a... Ide az összeset. Állíts be Kobra rendesen a... Tudod miret? A beállításokat Discordon. Hallunk, sziasztok, nice, oké, zseni. Jó van, várjunk még, vagy csapjunk bele, és tiszteljük az itt megjelent 41 ember idejét. Ah, 41, ez komoly, ez tetszik. Na, szerintem csapjunk bele egyébként. Oké. Van, látod, akkor adtam neked rólt, majd feljöhetsz speakelni. Oké. Nem csináltunk prezentációt, de pontosan tudjuk, miről szeretnénk beszélni. Úgyhogy, és hát van prezentációnk, de ilyen belső, meg nem dizájnoltuk meg, úgyhogy ez ilyen, nem kaptam semmit. Hát pedig, oké. Korza hangom is halk vagyok. Szupi, itt vagyok, hallotok? Á, zseni, megjött Dadó, csoki. Nice. Aha, hallunk, király, adj katonát. Na, akkor üdvözlünk mindenkit. Ez itt az AEY Guild első Ask Me Anything sessionje, ahol is szeretnénk nektek elmondani azt a nagyon-nagyon sok dolgot, amit elértünk. Hát igazából az ilyen évvégi értékelőre is sikerülhetett, ahogy gondoljuk, de ahogy sokatokkal beszéltünk, és tudjátok, június óta csináljuk a guildet, azóta szép számmal növekedtünk. A száma a saját tagjaink számánál csak az axiaink száma több. De az legyen a cél, hogy ez ne legyen így, nagyon, legalábbis hamarosan ne így legyen, hanem kevesebb axing legyen, mint tagunk. Úgyhogy erről szeretnénk veletek beszélni igazából, hogy pontosan hogy állunk most, mi a helyzet a guilddel, a kis összefoglaló tényleg így akár év végére és meg így a 6 hónap lezártával. Erről fog nektek beszélni majd az Ádám leginkább, én pedig belepofázok, ahol úgy gondolom, hogy valami kimaradt. Mindannyiótoknak ma séltünk már arról, hogy befektetőket keresünk, szerintem ezt tudjátok, ez nem volt titok. Én úgy néz ki most, hogy lezártunk egy olyan kört, ami nagyon-nagyon sokat hozzá fog tenni ahhoz, hogy a guild az tudjon növekedni abba az irányba, hova szeretnénk. Erről igazából a befektetőink kilétéről fogok majd nektek én beszélni egy kicsit, és majd lehet nyilván kérdésetek ezzel kapcsolatban is, azt majd a végén. Ezt szeretnénk mondani, hogy mik a célok így a következő fél évre, 2022-re, hogy pontosan hogy fogunk növekedni. A csapat is növekedett, ezért is van itt Dadó, meg Dani is, illetve vannak még emberek, akik sajnos nem tudtak eljönni, de róluk is azért fogunk nektek mesélni egy kicsit. Kicsit átdolgoztuk az Axis Scholar programot, szeretnénk, ahogy mindannyian tudjátok, szerintem szeretnénk folyamatosan azon dolgozni, hogy az emberek több pozitívumot lássanak abból, hogy Axis Scholarok, tehát ez most nyilván első körben plusz pénzben fog megvalósulni, ez valószínűleg nem titok mindenkinek, tehát kidolgoztunk olyan dolgokat, hogy tudtok majd plusz SLP-ket szerezni a játékból, illetve nyilván majd lesznek versenyek, AXS és stb. Ezeket is megcsináljuk, de egyelőre van egy ilyen solid planünk, amit megnézzük, hogy tervünk, hogy meg tudjuk egyáltalán valósítani. Illetve arról szeretnénk nektek még mesélni, hogy a tokenünk az pontosan hogy fog kinézni. Van egy tervünk a pontos leosztásról, van egy tervünk arról, hogy ez kb. Mikor, hát a kb. Mikorra az nem feltétlenül lesz így behatárolható jól, de szeretnénk elmondani nektek kicsit azt, hogy pontosan ez a token ez hogy fog kinézni, hogy lehet majd szerezni ezt akár guilden belüli munkával, akár
nyilván megvásárlással a különböző listingekből. Kicsit a Genopets-ről is szeretnék mesélni, ez főleg azért fontos, mert ez egy ilyen tök jó indikátor annak, hogy merre halad a guild, és hogy milyen lehetőségek vannak azoknak, akik igazából így guilden keresztül játszanak play and earn játékokat. Nyilván változtatás is volt. Ha nézzétek a Next Gen Games-nek a podcastjét, ahol vendég szoktam lenni, Dadónak hála, ott már beszéltünk arról, hogy a play to earn és play and earn között mi a különbség, mi szeretnénk inkább play and earn guild lenni. Illetve a végén nyilván igyekszünk ezt mondjuk egy ilyen fél órába lenyomni, de ha tovább csúszik, akkor sorry, viszont utána nektek is lehetőségetek lesz csomó kérdést feltenni. Ez úgy fog működni, hogy itt a Discordon jelezni tudjátok, tehát így felteszitek a kezeteket, hogyha ott nem tudom, ott alul vannak ilyen gombok, ilyen, hogy request és társai, és akkor én kapok egy ilyen kis kezecskét ide a búrám mellé a Discordon, és akkor felhívlak titeket a stage-re, meg tudjátok kérdezni a kérdéseiteket, mi pedig válaszolunk, utána pedig visszaültetlek benneteket a többi tanulóhoz. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen Clubhouse Discordos élmény, remélem tetszik a Discordos channel. De erről lesz szó, és akkor vágjunk is bele, átadom Ádámnak a szót, és nem fogok belepofázni annyit, úgyhogy hajrá Ádám! Szi, nem tudom, most hallotok egyébként? Jobb, mint múltkor volt? Kérdezem itt, ne olvanok kérem, van a... Igen, hallani tisztán bizony. Audio kritikusokat kérdezem. Oké, na, szuper. Köszi, hogy itt lehetünk, meg köszi, hogy jöttetek nagyon sokan. Tök jó ezt így látni. Hangmérnök vagyok, többek között ez is. Szóval, kezdeném azzal, hogy csináltunk a kezdésnek egy ilyen... Jelenleg hol állunk, meg hogy állunk, meg honnan indultunk, ez egy kis gyors áttekintés esetleg azoknak, akikkel mondjuk még valamilyen oknál fogva nem beszélgettünk mi ilyen dolgokról, meg tényleg egy kis helyzetkép, vagy most mi a helyzet. Gyakorlatilag jelenleg ugye 45 szkolárral dolgozunk, ez egy 10-es növekedés volt az előző hónaphoz képest, ezt így nagyjából egyébként a július-augusztus óta tudjuk tartani, nagy öröm számunkra. Az annyira nem legyen öröm, ennél sokkal több szkolár accountot is ki tudnánk osztani, de hát ugye most majd erről is lesz szó, hogy ebben is remélhetően nagyon pozitív változások lesznek. Van körülbelül 180 darab vaccin. Ebben a hónapban most úgy tűnik, hogyha minden jól megy, akkor megvesz a 150 ezer SLP a guild által, 150 ezer SLP lesz mintáve, ilyen szép passzívan fejezem ki magamat, ez ilyen kb. Másfélszeres növekedés az előző havihoz képest, és ebből ugye több mint 100 ezer SLP-t fogunk nektek kiosztani, úgyhogy ezek így nagyon-nagyon pozitív dolgok, nagyon szép számok, amikor így elindultunk június-júliusban, akkor azért ezek nagyon-nagyon messzinek tűntek, csak egy ilyen mi az ilyen összehasonlítási alap, hogy augusztusban 17 ezer SLP-t termeltünk, és gyakorlatilag 10-szer ennyit. Úgyhogy nagyon örülünk neki. Treasuring is bővült egy kicsit, taxikkal is természetesen. Gyakorlatilag nem is kevéssel, mert ha úgy veszük, akkor 18 ezer, jól hallottátok, 18 ezer új axink van, erről majd mindjárt fogunk beszélni, hogy ez most, vagy tulajdonképpen mi is. Kicsit egy ilyen clickbaites cím volt ez, de majd meglátjátok, hogy miért használtam így. És most az márkától is említett Genopets-ben is most már 100 darab ilyen habitetünk van, amiről szintén fogunk beszélni, úgyhogy szépen növekszünk. És ugye tényleg, amit még el akartunk mondani ezzel kapcsolatban, hogy nagyon köszönjük, hogy itt vagytok nekünk, mert ezt így együtt építjük, ez nem a mi érdemünk, mármint a ketten a márka, hanem az összes mindenki, aki itt van, és jelen remélhetőleg még a sok ember, aki még csatlakozni fog hozzánk. Továbbra is szeretnénk hűek maradni az eredeti elképzelésünkhez, hogy Közép-Kelet-Európa legnagyobb play to earn guildje legyünk, ami egyébként már play and earn-re módosult, erről is fogunk majd beszélni, hogy miért, de gyakorlatilag a lényeg az, hogy nem azt szeretnénk kidomborítani, hogy ez arról szól, hogy mindenki Van Lambó, és már hónap utára legyen milliárdos, hanem arról szeretnénk, hogy szóljon ez az egész gélet, hogy van egy társaság, ki nagyon szeret játszani, és egyébként még pozitív hozadékoként ezzel pénzt is tud keresni. És hát igen, gyakorlatilag a három darab szkolárról, első három szkolárunk volt ugye a Mira,
a Paton meg a Róza, úgyhogy ahhoz képest eléggé szépet növekedtünk június óta. Úgyhogy gyakorlatilag ezt szerettem volna elmondani így az elején. Ezek tényleg csak ilyen viszonyítási számok, hogy jelenleg hol tartunk, és jelenleg mi a célunk, és akkor... Jól hallottátok, én voltam az első volt ez az óriási esemény, ami bekövetkezett így az elmúlt napokban, és aminek köszönhetően így 18 ezer vaxiról beszélünk most már a 180 helyett. Már közölte kapott nice. Így. Rezortom. Na, azért is kezdtük egyébként ezzel az összefoglásról, meg az Ádámnak a teljesítmény értékeléjével, amit köszönünk szépen, ez remélhetőleg folyamatosan bővülni fog, mert majd, ahogy látni fogjátok, a saját tokenünknek az értéke is kvázi ennek a növekedésnek az indexe lesz, tehát gondolhatna egyszerűség kedvéért, míg nem gondolkozik mindenki decentralizált nagyhatalmakban, mint Brutál Márk, akit megismerhetetek a podcastek alkalmával, addig tulajdonképpen egyszerűbb úgy gondolni magunkra, mint egy cégre, akinek az a performance-a, hogy hány ember dolgozik benne, illetve milyen játékokkal és igazából mennyit termelnek, tulajdonképpen úgy érezzük, hogy ez lesz egy ilyen tök jó irányító szám, megmutató szám arra, hogy a tokenünk értéke mennyiben fog növekedni. Viszont, ami az én rezortom most, az, hogy meséljek nektek kicsit a befektetésünkről, amit ugye összeszedtünk az Ádámmal június óta. Beszélgettünk relatíve sok kockázati tőkekezelővel, ugye a múltbeli tapasztalatok miatt nekünk ez kvázi ilyen jó kis repertoárunk, jó kis networkünk van kockázati tőkekezelőkből, és így Európa szerte elkezdtünk keresni befektetést, hogy mégiscsak úgy tudjunk növekedni ezzel a guilddel, ahogy szeretnénk, mert nyilván, ahogy láttatok rajtunk már, nem abban gondolkozunk, hogy nekünk kettőnknek jó legyen, hanem hogy így mindenkinek jó legyen. Úgyhogy az első befektetőnk, úgyhogy igazából, amikor elkezdtünk pénzt keresni, akkor kilőttünk magunknak egy ilyen célt, hogy mi tulajdonképpen szeretnénk 300 ezer dollárt bevonni a guildbe, ami úgy éreztük, hogy elég lesz arra, akkor, hogy olyan szinten növekedjünk, hogy legyen még, mit tudom én, plusz 150 axi csapatunk, be tudjunk fektetni újabb játékokba, kicsit el tudjunk kezdeni a szoftverfejlesztési szinten növekedni, tehát, hogy felvegyünk szoftverfejlesztőket a csapatba, akik exkluzívan azon dolgoznának, hogy smart contract, okos szerződés automatizációval tudjunk kiosztani nem csak axikat, hanem nyilván más játékokból is, tehát olyan játékok is, ahol mondjuk nincs effektív eszkolási program, hanem szeretnétek bérelni, teszem azt 5 darab bombert, mert nekünk van szuper, te meg azzal szeretnél pénzt keresni, akkor is mondjuk tudjál. És ezért ugye ez volt az első elképzelésünk, hogy egy ilyen 300 ezer dolláros körből valószínűleg ki tudnánk hozni azokat a dolgokat, amik a növekedéshez kellenek. És ezt kitűztük így az ászlónkra, és ezt a pénzt mentünk el keresni tulajdonképpen befektetőkhöz. És a jó hír az volt, hogy az első kockatőke kezelő, aki hit bennünk, mint guildben, és abban, hogy amit mi építünk, az egy kurva jó dolog, fogok káromkodni az AMA alkalmával is, az nem más, mint az Octagon VC. Róluk azt kell tudni, hogy ők egy magyar tőkebefektető, viszont igazából hát külföldi magántőkét kezelnek igazából. Ha ismertek a cégeket, mint például a Rekárt, vagy a Bitrise, vagy a Bitninja, akkor ismerősek lehetnek ők a befektetőik nekik is. Ashton Kutcherrel is volt egy közös befektetésük, ami szintén izgalmas. És nem fogom azt mondani, aggódjatok, hogy Ashton Kutcher is befektet a guildbe, még nem tudjuk, hogy fog-e befektetni. De minden esetre nagyon örülünk, hogy az Octagon befektetett és hit bennünk, mert ők voltak az elsők, megadták nekünk a nagy kezdőlökést. És akkor ezután, miután ez megvolt, és ők így mögénk álltak, elkezdtünk még inkább, hát nem tudom, nagyobb tökkel keresni embereket, akik befektetnének. És tulajdonképpen, hogyha a kockázatőke világát nézzük, akkor az, hogy ki mennyit fektet be, az majdnem, vagy hát talán kevésbé fontos, nem tudjuk, hogy kevés pontos, mint az, hogy ki fektet be. Tulajdonképpen az történt velünk az Ádámmal, hogy elkezdtünk így a régi kontaktjainak írni, hogy figyelj, itt van egy lehetőség, és mint angyal befektető, ugye egy olyan befektető az angyal befektető, aki a legelső pénzeket adja egy ilyen venture-be tulajdonképpen, vagy egy cégbe, hogy nem lenne kedvetek befektetni, mégis egy ilyen guildet építünk. És az első emberek, akiknek írtunk, azok voltak, akik már nagyon otthon vannak a play-to-earn a modellben tulajdonképpen, tehát kriptogaminggel foglalkoznak, NFT-kkel, stb.
És az első válaszok nagyon pozitívak voltak. Ugye azért, egyrészt azért, mert ismertek minket, hogy mi tök normális csávok vagyunk, nyilván értelmes dolgot építünk, a másik pedig az, hogy nem kellett nekik megmagyarázni azt, hogy a guild koncepciója, amikor abban gondolkozol, hogy sokan vagytok, és ezért erősek vagytok, és decentralizáltak vagytok, stb. Az egy nagyon-nagyon jó koncepció. Ezért nagyon sok hívásunk volt ilyen kb. Októbertől. És az első ember, aki tulajdonképpen így azt mondta, hogy jó, go, akkor én szeretnék befektetni srácok, az nem más volt, mint Chris Lee, aki valószínűleg így nem mond nektek senki semmit, de ő egy elég régi metaverse befektető a Sandbox-ba, a Decentraland-ba, a Sky Mavis-be, igazából a Animoca Brands-be vannak befektetései. Tehát tulajdonképpen, ha nem tudtál most még olyan Play-Turn játékkal játszani, ahol mondjuk ő vagy valamelyik cég, amiben befektetett, ne lenne ott valamilyen szinten, és ő volt az első, aki azt mondta az Octagon után, hogy figyeljetek srácok, tök jók vagytok, nagyon tetszik, csináljuk, látjuk, hogy növekedtek, és a kérdés az volt neki, hogy amúgy nekem vannak ám spanjaim, akiket lehet, hogy ismertek, lehet, hogy nem így ugyanebből a világból, de összehoználak velük titeket, és akkor esetleg, ha őket is meggyőzitek, hogy befektessenek, akkor az nekünk tök jó lesz, meg ők is akkor tudnának hozni ugye nyilván kapcsolatokat, networköt és akár új játékokat a rendszerbe. Mire azt mondtuk az Ádámmal, hogy hát figyelj, jó. Úgyhogy össze is elkezdett összekötni a spanjaival. Az első arc, akivel összekötött, őt Pierce Kicksnek hívják. Ő egy olyan srác, aki a Bitcraftnál és a Delphi Digitalnál is dolgozik. Hogyha valaki már hozzá utána nézett a Delphi Digitalnak, a Bitcraft az egy nagy gaming befektető Európában, ők az egyik talán legnagyobb e-sport meg gaming befektető egyébként ebből a világon, és ő náluk egy limited partner, illetve a token gamingért felelős investment partner. A Delphi Digitalnál pedig ő volt az, aki kidolgozta az Axie-nek a tokenomics-át. Tehát ő az, akit lehet szídni, hogyha úgy gondoljátok, hogy az SLP-t még nem lehet elég dologra költeni, akkor valószínűleg ez a srác volt az, aki azt mondta, hogy figyelj, szerintem egy évig vagy x ideig húzzuk azt, hogy az SLP-t azt így egyelőre csak breedingre lehet költeni. És így rajta keresztül egyébként, ő még a Delphi Digitalon keresztül egyébként a YGG-nek is kidolgozta a tokenomics-át, ha ismeritek a Yield Guild Games-t, ugye tudjátok, hogy ők egy a világ egyik legnagyobb vagy legnagyobb guildje, ők azok, akik a Fülöp-szigeteken így nagyon-nagyon nagyra nőttek, még jelenleg is a felhasználók 60%-a kb. A Fülöp-szigetekről származik, és terjeszkednek azért elég keményen egy Ázsiában. És a Pierce-en keresztül utána igazából Pierce azt mondta, hogy figyelj, nekem is nagyon tetszik, Chris is benne van, akkor én is benne vagyok, és ő is adott nekünk tulajdonképpen pénzt, hogy akkor elkezdjük ezt a guildet építeni. És ne úgy képzeljétek el, hogy ezt akkor rögtön másnap így utalták, az itt tök szép is lenne. Ezek olyanok, hogy ezt a 300 000-es kört ezt ki kell töltened. Tehát így úgy képzeljétek el, mint a homokor, hogy így töltődik felfele. És akkor most mit tudom én, az Octagontól meg volt X, Chris-től is meg volt X, meg Pierce-től is meg volt X. Most ezt nem mondom el, hogy ki mennyit, meg hogyan, mert az nem, egyrészt nem kaptam rá engedélyt, másrészt a koncepcióhoz tulajdonképpen nem kell. A végösszeget azt tök szívesen elmondom. És akkor a Pierce-en keresztül pedig elkezdtünk eljutni más emberekhez. És az első két arc, azok nem voltak mások, mint egy igazából Alex Brunitzky, meg egy John Jordan nevű ember. Ők egyébként kicsit így torzítottam a sztoriban, ők azok, akik esetleg kevésbé ismertek, tehát ők azok, akik amúgy blockchain gaminggel foglalkoznak, de semmi olyan dologban nem voltak így benne jelenleg, ami mondjuk ilyen hatalmas, ilyen egetrengető dolog. Nyilván Alex ugyanúgy Krisztel együtt Sandbox-ba, Decentraland-ba, Animoca Brands-ben is befektetett már, neki guildes befektetéseik is vannak, John Jordan szintén. Ő ennek a Pocket Gamers konferenciának az alapítója, akin keresztül valószínűleg nagyon sok Pocket Gamer eventen fogunk tudni beszélni a Play to Earn-ről, Play and Earn-ről és a stb. Sztorikról. De ők ketten így igazából hozzácsapottak így a körhöz, és az egyik ember, akinek még bemutattak, az nem volt más, mint Alexander Larsen, akit egyébként, hogyha az Axie Infinity-nek a Twitterét követitek, akkor Psychout-ként is megismerhetitek. Ő az, aki most az Axie Infinity-t fejlesztő Sky Mavis-nek a Chief Operating Officer-je, tehát ő az, aki tulajdonképpen az egyik alapítója volt a Sky Mavis-nek, és ő is most az egyik befektetőnk lett. Nyilván miközben beszélgettünk vele, tök jó fej csávó egyébként, beszélgettünk vele, mondta, hogy annyi titkot azért nem fog elmondani az Axie-ról, mint amire lehet, hogy mi számítunk, és akkor nevettünk együtt.
és Alexa is nevetett, meg Siri is nevetett, persze. De tulajdonképpen az már egy nagyon-nagyon jó jel, hogy van egy nagy játék, ami az Axie Infinity, és mi is az egyik legnagyobb guild vagyunk, guildet szeretnénk válni, aki Axie Infinity-vel is foglalkozik, és a játéknak az egyik fejlesztő, a fejlesztőjének az alapítója az, aki azt mondta, hogy srácok, itt van pénz, én szeretnék nektek segíteni a terjeszkedésben, és szeretnék nektek segíteni abban, hogy ez tök jó legyen, úgyhogy ő én operatív igazgatóként az Axie-nak a fejlesztői között ott van, és hát már beszéltünk arról, hogy igazából a Gilden keresztül az emberek a Skybabies új játékait is, illetve az Axie-nak a különböző feature-eit majd beta teszterként ki fogják tudni próbálni, és csomó olyan dologba fogunk tudni így belátni, mint Guild rajta keresztül, ami így az Axie-ba így eljön, és nagyon sok embernek, tehát a publiknak, az majd csak így később lesz elérhető, szóval ez nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy ott sikerült megszerezni, mint befektető. És utoljára, de nem utolsó sorban tulajdonképpen, a másik két legnagyobb befektetőnk, az pedig nem más, mint Gabby Dyson a YGG-től, illetve Jeff Holmberg a YGG-től. Gabby Dysonról valószínűleg hallottatok, ha így a Play to Earn, meg Axie Infinity, meg YGG-ben így benne vagytok. Ő is azt mondta, hogy nagyon tetszik nekik, YGG-n keresztül támogatnának is minket, hogy itt akkor Ázsiában, Európában tudjunk növekedni, megértik azt, hogy mi európai fókuszú guild szeretnénk maradni, legalábbis régiós fókuszú guild. Jeff Holmberg pedig, aki azért izgalmas Gabby mellett, Gabbynek nyilván nagyon nagy a neve a szakmában, Jeff azért izgalmas, mert ő a YGG-nél azért felelős, hogy a YGG melyik játékokba fektet be. Tehát, hogyha ismered Jeffet, hogyha tudod, hogy ki az és beszélgetsz vele, mint én szoktam Telegramon, mert amúgy szintén egy tök jó fej csába, most egy ilyen Mikulás sapkás kriptopánk a képe Telegramon, és azon szakadtam egyik nap, hogy milyen fasza. Egyébként neki van kriptopánkja is, meg bordépjaktja is, szóval ilyen mindegy, ezek, akik időben ott voltak, azoknak mindene van, úgy érzem mostanában. De azért fontos még Jeff egyébként így a képben, mert amellett, hogy ő az, aki eldönt, hogy mi befektet be a YGG, ő elemzi a játékokat elég keményen, tehát olyan gazdasági szinten tud utána menni, amilyenben hát nagyon kevés emberrel találkozhat, hogy meg tudja csinálni. Úgyhogy ő egy nagyon-nagyon kemény csávó, és ő az, aki egyébként így a Genopets-et is ajánlotta is, és aztán össze is hozott velük, hogy mi is be tudjunk fektetni, mert hogy ők is nagyon-nagyon hisznek abban a dologban, és azért valószínű, ahol van mondjuk a YGG-ben rakik millió dollárt, ott nagyon sokat nem tudsz tévedni, úgyhogy ismét csak lesznek olyan pörkök a Jeffen meg a Gabin keresztül, hogy látjuk majd, hogy a YGG milyen játékokba fektet be, és akkor rajtuk keresztül mi is kvázi meg tudunk ott jelenni, mint AY Guild. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Nem tudjuk, hogy a jövőben ők így hogy fogunk így velük együtt dolgozni még. Egy-két dolog az így tiszta már nálunk. Azt tudjuk, hogy ők Ázsiában szeretnének növekedni, mi pedig Európában, szóval remélhetőleg még így még majd így találkozunk egy-két helyen. Sajnos személyesen senkivel nem tudtunk találkozni itt a befektetőink közül. Minden esetre már most nagyon aktívak. Úgyhogy hát igazából ők azok, akik a befektetőink lettek. Ha összeszámoljátok, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab entitás az, aki befektetett így most a guildünkbe. És hát ugyanannyira számítanak mindenki, aki befektetett, vagy nagyon a hatalmas régiós tudással, hatalmas play and earn tudással, hatalmas blockchain gaming tudással rendelkezik, és mindenkin keresztül tulajdonképpen olyan arcokat fogunk tudni elérni, olyan játékokba tudunk befektetni a jövőben, ami egy nem tudom, Google keresés után nekünk, mint magánemberek így nem lennének elérhetőek, szóval nagyon-nagyon örülünk, ez egy nagyon hosszú munkának az eredménye, de nyilván, ahogy az Ádám az elején elmondta, ez nem csak a mi érdemünk, mi tulajdonképpen csak a hívásokat bonyolítottuk le, amik ti axisztatok, szóval nagyon szépen köszönjük innen is a lehetőséget, hogy így hogy segítettetek nekünk ebben, mert ez egy hatalmas, és hát ezáltal fog tudni tulajdonképpen a guild is növekedni. És akkor még úgy nézem, hogy az a szituációm, hogy vagy Ádám, most átveszed a team emberekkel, hogy akkor ezen keresztül hogy növekedtünk? Igazából igen, mert itt majd tulajdonképpen a szó, tehát gyakorlatilag itt ugye a Márkavetel felvezetett befektetés, ez lehetővé tette, hogy egy kicsit a team is növekedjen, akiket szeretnénk nektek most egy kicsit bemutatni, mert ők is fontos szerepet fognak játszani, már ideig is fontos szerepet játszottak, de jövőben még fontosabb szerepet fognak játszani. Úgyhogy közülük most ugye ketten tudtak itt kvázi megjelenni, az egyik az Adó, a másik pedig a Dani, akit valószínűleg már kicsit jobban ismertek, külön akik játszanak. Úgyhogy most egy pár percre átadnám nekik a szót, hogy meséljenek kicsit magukról, meg hogy kik ők, meg mit fognak nagyjából csinálni. Mert úgy érezzük, hogy az úgy talán egy kicsit hitelesebb, hogyha tőlük halljátok, úgyhogy nem tudom, Dadó, esetleg ha elkezded, akkor az úgy szerintem tök jó lenne.
Jó, jó, kezdem én akkor. Köszi. Nem tudom, jól hallottak, nem visszhangzok, vagy valami, mert... Ah, tök jó. Hát neked jó szetted van, Dadó, hogy voltam. Jó, csak közben Soundset Orbita Pro közben streamelt, tudod, úgyhogy azt próbáltam lealkítani kicsit. Na, hát sziasztok, Dadoszki vagyok egyébként, Gábor, Szlovákiában élek, 3 gyermekem van, 46 éves vagyok, 7 éve foglalkozok kriptóval, bányászással kezdtem, aztán tőzsdézéssel folytattam, és minden, igazából minden érdekel, ami kriptóval kapcsolatos. Egy másfél éve nézegettem ezeket a Predator játékokat, akkor tavaly be is vásároltam Axikból, ott elkezdtem velük foglalkozni, kicsikét kiadogatni, ilyen szkolár dolgokat nézegettem, és hát nagyjából így jöttünk össze Márkékkal, Márk rám írt, vezetem ezt a Next Gen kimutatatlan nevű Next Gen Game csatornát YouTube-on, van DC-nk is, nagyon sok hozzászólás van mindegyik játékhoz, úgyhogy gyertek át oda hozzánk is. Röviden ennyit tudok mondani. Majd, hogyha Szlovákiában és Csehországban szeretnétek játszani, vagy Szlovákiában és Csehországban éltek fel, vidékek vagytok, akkor engem kell zaklatni. Így nem van. Ennyi. Nagyjából nem de tudok... csak óvatosan zaklatni a Dadót, mert nagyon kemény. Igen, nem, nagyon szívesen visszaírok mindenkinek, DT-n is, beszélhetünk is személyesen, és nyugodtan rám írhattok, hogy időpontért tényleg bármit kérdezhettek, amikor tudok, én vagyok 0-24-be. Igen, tehát a Dadó jobban fog nekünk segíteni, hogy a cseh és a szlovák régióban is el tudunk kezdeni növekedni, és hát ahogy elmondta, ő fogja az ügyes bajos dolgokat ott intézni nekünk. Megvan nyilván a cseh ismerete, nyelvtudása, a kultúra ismerete, úgyhogy már nagyon várjuk a dolgot. És a másik tag, akit szeretnék kérni, hogy akkor pár szót mondjanak erről, a Dani, akit már, hogyha egyébként szkolárok vagytok és játszatotok, mert biztos, hogy találkoztatok a Dani nevével, illetve hangjával, mert mondjuk 99%-os eséllyel már edzett titeket. És gyakorlatilag ez is lesz nagyjából a feladata, hogy ebben segítsen nekünk, de akkor most Dani egy pár szót tudsz magadról mondani, szerintem azt tuti lenne. Természetesen. Üdvözlök mindenkit. Kicsit halkan hallunk, kicsit tudsz. Igen, halkan, így jobb. Így jobb. Esetleg így? Jó, szuper. Tehát akkor sziasztok, srácok. Igen, valószínűleg már ismertek engem. Legalábbis nem mindenki, de nagyjából a szkolároknak a nagyobb része, igen. Tehát tulajdonképpen én így az Axi kapcsán kerültem így a Guild kötelékébe, Márkon keresztül tulajdonképpen. És többnyire én állítom össze a Guildnek a Axi csapatait, illetve én trénem a szkolárokat. Természetesen nem mindig egyedül. De bármi kérdésetek van, esetleg segítség kell az Axival kapcsolatosan, nyugodtan fordulhattok hozzám, írjatok nyugodtan, keressetek meg. Illetve, hát tulajdonképpen én a kriptóval kapcsolatosan még akkora tudásra nem tettem szert, mint az előttem szólók, de Axival kapcsolatban magabiztos tudásra rendelkezem, az 100%. Jelenleg is top 500 player vagyok, voltam már top 8 is. Úgyhogy, hát igen, röviden ennyi rólam tulajdonképpen. A jövőbeni feladataimmal kapcsolatosan, ahogy az Ádám is említette, trénelem a szkolárokat, illetve csapatokat állítok össze, úgyhogy nagyjából többet nem nagyon tudok még egyelőre hozzátenni ez a blockchain meg a crypto gaminghez, de sok sikert kívánok mindenkinek, és hajrá! Ja, köszönöm. Köszi. Mindenkinek mindig azt mondom, hogy 8. legjobb vagy a világon. Képzeld el. Hát, ja, előfordult olyan is, de... Ja. Köszönöm a világbajnokokról is mindig azt mondják, hogy világbajnokok, nem az, hogy oké, most második. Csak már szerényen, csak szerényen. Igen. Nice. Jó, akkor megyünk is tovább. Gyakorlatilag ugye itt, ahogy Dani is elmondta, ő lesz az, aki a tréningbe fog segíteni, ő lesz a kvázi az ember, akit első körben fog tudni segíteni, azonban hogyha úgy alakulnak a dolgaink, amiket szeretnénk. Ugye itt említettem már többször ezt a 18.000 axit, ez gyakorlatilag erre azért lesz lehetőségünk, mert a Márk által említett úriemberek befektetése nyomán közelebbi kapcsolatba kerültünk a Magic-vel, akik gyakorlatilag biztosítják számunkra azt, hogy hozzáférünk ezekhez az axikhoz, természetesen nem az összeshez, de egy elég nagy elég nagy létszám van, és a teljes mélységét mi fogjuk tudni használni a keretnek, hogy ilyen szép focis hasonlattal éljek. És azt már úgy nagyjából látjuk, hogy Dani nem biztos, hogy ezt mindig egyedül fogja tudni bírni, úgyhogy van itt körünkben
egy srác, akit Havas Henrik néven ismertek itt a Discordon, egyébként Zsolt, de mindenki Havasnak hívja, úgyhogy Havas lesz a másik. Tessék? Vagy Henriknek. Vagy Henriknek. Mindenkitől hallgat, igen. Henrik lesz a másik olyan guild member, akivel trénálni tudtok, tehát hogyha úgy érzitek majd, hogy hát igen, akkor szorulnátok még egy kis plusz segítségre, de éppen nem ér rám, ráfogad, stb., akkor a helyeket is lehet ezzel keresni, és majd a lesznek újdonságok a szkolárok számára is. Gyakorlatilag azt kell tudni, hogy az ilyen one-on-one tréningek most már megegyezésen alapuló ugyan, de kvázi fizetős tréningek lesznek, tehát valamennyi SLP-t majd fel kell ajánlatok annak, aki one-on-one-ba trénált titeket. Egész egyszerűen azért, mert reményénk szerint több száz, esetlegesen több ezer szkolár lesz, és szeretnénk arra felé terelni a dolgokat, hogy mindenki magától el tudjon érni egy olyan szintet, amivel tud játszani, és esetlegesen majd csak a kis finomságok miatt kelljen ilyen személyes tréningeket alkalmaznia, de Henrik vagy Havas lesz a másik olyan ember, aki ezzel kapcsolatban tudtak keresni. Egyébként meg szerintem már sokan trénáltatok vele korábban is, nem tudom már, hogy Henrik beszéljen egy, vagy Zsolt beszéljen egy, esetleg egy pár szót, vagy szeretne beszélni, nem tudom, hogy beszéltetek előtte vele, hanem akkor menjünk tovább. Ha igen, akkor szerintem ő is nyugodtan bemutatkozhat. Szeretnél, Henrik? Mert akkor írjál be az AMA Questions channelbe, hogy akkor jönnél. Én meg igazából közben, amíg be visszaírsz, és remélem ezt hallgatod, akkor elmondom nektek, hogy jelenleg úgy állunk a partnershipen keresztül, van 19.585 darab axing, amiből nyilván vannak tojások, szóval az most nem lehet kiadni, mert a tojásra most nem tudom, aki tud tojásra harcolni és szeretne, nagyon szívesen küldök az ökkelutjára, de alapvetően az most nincs meg. És akkor ebből lesz egyfajta filterezés után, nyilván a tojásokat leszámítva, az axi csapataink kidolgozva, igyekszünk majd, ahogy Danit is hallottátok, az jelenlegi mindig az adott meta szerint kialakítani a csapatokat, hogy az mindenkinek jó legyen. Ami még pluszos ebből az egész partnershipből az az, hogy tulajdonképpen most már nagyon gyorsan tudunk majd cserélgetni csapatokat, tehát hogy érzitek, hogy valami nem működik, valami nem jó, akkor ne a csapat legyen a szűk keresztmetszet, hanem az, hogy ti mennyit szeretnétek, tehát a ti skilletek legyen tulajdonképpen a szűk keresztmetszet. Nyilván eddig ez nem feltétlenül így működött, nem sok sokáig kellett várni újabb csapatokra, most már ez így gyorsabb lesz, viszont ugye a méretünk növekedéséből növekedése miatt ez az egész leginkább automatizációkra is fog épülni, tehát valószínűleg nem tudom, ilyen egyes parancsokkal fogjuk majd Discord boton keresztül odaadogatni az axikat, aminek majd elmondom hát, a részleteit. Folytassátok csak, jó. István és esetleg Szilurról egy-két szót, hogyha eljött már, akkor szerintem az még érdekes lehet, hogy nem tudtak eljönni, de egyébként... Na, akkor el is mondom. Igen, ugye, amit mondtam az elején, hogy szoftverfejlesztőket is szereztünk, ez igazából nagy részt igaz is, olyan szinten, hogy igazából tevékeny emberkék fognak így nekünk a smart contract automatizáción és a különböző NFT-s marketplace-eken dolgozni. Az egyik őjük, akit ilyen CTO, azaz technológiai igazgató szerepében képzeltünk el, az nem más, mint István, akit mi az Ádámmal Stewie-nak hívunk, ha találkoztok, itt Istvánnak hívják Discordon, majd adunk neki is külön rót, hogy megtaláljátok. De egyelőre azért nem adtuk, mert túl sokan keresik meg azzal, hogy léci fejleszteken weboldalt, és egy olyan csávó, aki az Amazonnál dolgozott a Cloud Service-eken, meg a Riot Games-nél, a League of Legends-en nem biztos, hogy weboldalakat akarnak most nem van építeni, úgyhogy ő az, akit így meg tudtunk szerezni. Vele már elkezdtünk nagyon sokat azon gondolkozni, architektúra szinten legalábbis, hogy pontosan, hogy lesz mindenkinek nagyon jó ez az axi csapat, illetve más játékokból a csapatok, más játékokból az NFT eszeteknek a megszerzése, úgyhogy ebben fog nagyon sokat segíteni. És egy hát nagyon közvetlen, nagyon jó fejcsávó, nyilván szerintem gondoljátok, hogy hasonló kaliberű embereket veszünk fel, mint aminek mi is vagyunk. Úgyhogy beszélgessetek vele igazából nyugodtan. A másik pedig a nem más, mint Szilur. Szilurnak azért használom csak így ezt a nevét, mert egyébként nagyon kevesen tudják az igazi nevét, ugyanis ő egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus, ilyen brutál kriptofejlesztő ember, aki ezt a világot éli is, tehát nem tudom, csak ez a
pseudonummal, ezzel a álnevével lehet megtalálni, meg megismerni mindenhol. Mikor elsőre írtam neki e-mailt, akkor is Base64-be volt titkosítva az e-mail címe, meg ilyenek, és ki kellett találni, szóval tényleg ilyen elborult arc. Ami a jó elborult számomra, tehát nagyon szeretem ezeket az embereket, akik élik azt, amit itt csinálnak. Silurról azt kell tudni, hogy ő egy Ethereum OG tulajdonképpen, ő a Vitalikkal dolgozott magán az Ethereum Networkön. Hogyha megnézitek az Ethereum Improvement Proposal listát, az ethereum.org-on, akkor megláthatjátok az ő nevét is, nyilván ott az eredeti van, nem a Silur. Úgyhogy akár rá is kereshettek, főleg a privacy részével foglalkozott az Ethereumnak, illetve akkor jött el, amikor így ezt a 2.0-es dolgot így elkezdte erőltetni a Vitalik, ő ezt nem nagyon tetszett neki, úgyhogy jelenleg ő az, akivel fogunk dolgozni a tokenomicsunkon, és azon, hogy a tokenünk az ilyen nagyon-nagyon frankó legyen, és nagyon szolíd rendszeren alapuljon, a token economicsunkat pedig nyilván rajta keresztül, illetve egy matematika professzoron keresztül fogjuk így megcsinálni, hogy az jó legyen, és a leosztásával se legyen baj, stb. Velük is lesz majd EMA, meghívjuk őket is ide, nem kell félni tőlük, tényleg tök normálisak, de akit nagyon érdekel a mélységeiben a tokenomicsunk, és az, hogy milyen irányba halad ez a guild a kripto szempontjából, akkor egyrészt nagyon örülünk nekik, mert ők a legjobb emberek, ők ebben segíthetnek nekünk, másrészt pedig válaszolnak a kérdéseitekre, hogyha tényleg szeretnétek még megismerkedni itt a dolgokkal ilyen mély kriptó szinten, tehát akár coding szinten is. Úgyhogy ez ennyit kell tudni róluk tulajdonképpen. Majd kapnak ők is külön rangot, és akkor látni fogjátok őket így a Discordon is. Tovább szerintem, mert témáink. Igazából most arról szeretnék egy pár szót szólni, hogy körülbelül mit is tervezünk a következő fél évben, és itt majd visszautalunk az egyik kérdésre is, ami érkezett a channelbe. Gyakorlatilag ugye a YGG miatt, YGG együttműködés miatt szeretnénk körülbelül 1000 szkolára felnövekedni a következő év májusáig. Ez ugye azt jelenti, hogy nyilván a mi saját rendszerünket is egy kicsit át kell alakítani, automatizálni. Ezekről azt kell tudni, hogy az egész kiválasztás, interjúztatás, kiosztás, SAP klémelés az automatizálva lesz, és emiatt gyakorlatilag sokkal könnyebben és sokkal egyszerűbben hozzá lehet férni Axikra, és akkor itt válaszolnék a kérdésre, hogy igen, lehet majd egyébként cserélni is, és majd lehet egyébként könnyebben kvázi 40 energiákkal játszani, de erről is majd fogunk szót ejteni a szkolárkot illető változásokkal kapcsolatban. Szeretnénk ugye nemzetközileg is terjeszkedni, ezt gondolom nem meglepő első körben, hogy ez a cseh és szlovák terület a Dadó jó voltával, Dadón keresztül, és szeretnék minden olyan területen jelen lenni első körben, ahol azért van rá esély, hogy a szkolárok azok magyarul is beszélnek, aztán a következő körben már szeretnék tényleg hardcore, mondjuk ukrán, meg román, meg szerb subguildet is csinálni, de egyelőre ugye azt tervezzük, hogy próbálunk magam élnél a magyar nyelvű vonalnál, egész egyszerűen azért, hogy mi is jobban tudjuk skálázódni, az erőforrásokat jobban be tudjuk osztani. Szeretnénk természetesen új játékokat bevezetni, egyik az a Genopets lesz, amiről beszélünk is majd, de nyilván van egy csomó olyan, ti is egy csomó jó ötletet tesztek ide a Play to Win Game Scout csatornánkba, amit az úton is köszönünk, mert nagyon sok jó ötlet érkezik, tehát biztosan látják be, hogy érkeznek még új játékok, amikkel lehet majd játszani, és természetesen az OG-k, tehát azok, akik itt vannak, nem most a gézben mindenképpen elsőbséget fognak élvezni az ügyben. Tervezzük azt is egyelőre, ez még egy két vagy sétes titok, de tervezzük egy Magyarország, magyar nyelvű top streamerrel az együttműködés megkezdését, ezt reményünk szerint hamarosan bejelentjük, és reményünk szerint ti is majd nagyon fogtok örülni az ő érkezésén, de ez az egyik legnagyobb és érdemesebb magyar streamerről lesz majd szó itt. Rendben.
Ezt szerintem menjünk is tovább. Az Axis kolárokkal kapcsolatban említettem már, hogy több újdonság is lesz. Erről már szerintem gyorsan menjünk végig, hogy mit ezek. Jó. Vagy kezdem én. Ja, ne, nyugodtan toljad, én meg majd tanulom az update résztől. Rendben. A badge résztől csinálom én. A badge részt azt szeretem, az jó, mert ott lesz az NFT is, az jó. Jó. Tehát alapvetően ugye szeretnék egy kicsit jobban felpezsdíteni, nem is tudom, hogy ez a legjobb szóra. Szeretnék egy kicsit izgalmasabbá tenni, ez a legjobb szóra itt a gilden belül az életet, itt a Discord csatornánkon, ezért egy pár dolgot kitaláltunk, reméljük, hogy tetszeni fog majd nektek. Bevezetünk különböző kategóriákat, hogy ki és milyen rangokat ért itt a gilden. Gyakorlatilag az egyik, az pontosan ezzel a 40 energiával függ össze, ugyanis azt fogjuk csinálni, hogy a top 10 játékosunk, aki itt van ugye a gilden belül, ők gyakorlatilag azt nyerik, hogy amennyiben szükségét érzik, vagy úgy érzik, hogy belefér az idejükbe, vagy szívesen csinálnák, akkor gyakorlatilag lehetőséget kapnak majd arra, hogy 40 energiával játszhassanak a következő hónaptól. Ez ugye, ezzel is szeretnénk azt mindenkiben tudatosítani, meg mindenkit arra összekérni, hogy minél jobb teljesítményeket érjen el. És gyakorlatilag ez lesz a jutalma a mi gildünkön belül a top 10-es játékosoknak, hogy 40 energiával játszhatnak tovább. Természetesen, hogyha valakit ez nem érdekel, akkor majd addig megy lefelé a lista, ilyen csúnya szóval élve, amíg meg lesz ez a 10 játékos, aki a következő hónaptól szeretne tovább 40 energiával játszani. Következő érdekes, lesz egy ilyen egy olyan rang is kvázi. Ugye biztos mindenki hallotta már, hogy ugye nálunk itt 525 heti, 525 SLP a szint, amit mindenkit szeretnénk továbbra is elvárni és kérni. Azonban ezt úgy fogjuk utalmazni, hogyha ezt valaki hozza is, hogyha 3 hónapon keresztül folyamatosan hozod ezeket az 525-öket, akkor a 3. hónap végén még egyszer, vagy gyakorlatilag még egy hétnyi SLP mennyiséggel megajándékozunk. Tehát aki ezt teljesíti, és hozza minden héten az 525-et, az a 3. hónap végén még egyszer 525 SLP-t fog tőlünk kapni, annyi kerül jóváírásra a természetesen a többin felül is. Úgyhogy ezzel is szeretnénk mindenkit arra terelni, hogy ezt csinálja. És szeretnénk az kvázi úgynevezett community miningot is bevezetni, tehát hogy az is fontos legyen, hogy valaki mennyire aktív itt a community-n belül, és ezt pedig úgy fogjuk jutalmazni, hogy aki ilyen top contributor, az adott hónapban a csatornánkon, itt a Discord csatornánkon, az 75 SLP-t fog kapni. Ez nem tűnik soknak, viszont ha mondjuk esetlegesen valami miatt kiesik egy napod, és az adott heteden pont nem sikerült az 525 SLP-t ugye megszerezned, ami ahhoz kell, hogy majd a 3 hónap múlva az 525 SLP-t megkapd, mint jutalom, akkor ez például itt a kérdés alkalom arra, hogy ezt pótold, és akkor ezzel gyakorlatilag így kiváltasz egy olyan napot, vagy egy olyan hetet gyakorlatilag, amikor nem sikerült ez valami miatt, úgyhogy ezért szeretnénk ezt ilyen módon bevezetni, és reméljük, hogy kellőképpen motiváló lesz. Természetesen ezek nincsenek kőbevésve, tehát figyeljük majd a ti visszajelzéseteket, meg hogy ezek hogyan alakulnak, de így szeretnénk elkezdeni ezt az egészet. És akkor jönnek most a badge-ek, illetve a kolapok, ami a Márknak a szíve csücske, úgyhogy hajrá! Nyilván Lido. Na, köszönöm. Illetve azt szeretnénk még ezen felül elkezdeni elérni, illetve elkezdeni csinálni, hogy a különböző badge-ek és úgynevezett Proof of Attendance protokoll NFT-k, amiket kiadunk nektek, azok is elérhetőek legyenek. Tehát, hogy tulajdonképpen
a Guild OG-knek, tehát akik először csatlakoztak hozzánk, az első X-számú szkolár, az első X-számú guild tag, az első X-számú játékosa minden egyes játéknak, stb. Azok tulajdonképpen különböző NFT-ket fognak kapni, amik igazából gyűjtetőek lesznek, tehát lehet, hogy végigjátszott el minden játékot, akkor összeraksz magadnak egy full set armort, stb. És ilyenekre gondoltunk, tehát tulajdonképpen úgy képzeljétek el magatokat itt a guildben, mint egy ilyen RPG karakter, és akkor tudsz gyűjtögetni különböző cuccokat. Szeretnénk ezt majd nyilván a különböző befektetőnken keresztül elérni azt, hogy ezt játékokban is tudjátok majd használni, tehát mondjuk egy sandboxba, Decentralandba, különböző helyekre be tudjátok vinni ezeket a ruhákat majd, hogyha a metaverzum koncepció így él, de tulajdonképpen minden egyes badge az AI-tól az azt fogja jelenteni, hogy te igazából kapsz egy plusz kardot, egy plusz pajzsot, egy plusz íjat, egy plusz ruhát, egy bármi mást a játékokban. A Proof of Attendance protokoll az pedig tulajdonképpen egy olyan kis cucc lesz, amit akár havonta, két hetente fogtok kapni, akár klémelésnél is. Ezeknek a dizájnjában egy nagyon tehetséges designer lány, a Derecskei Adrien segít nekünk. Egyébként ő a saját NFT kollekcióján dolgozik most, és ilyen nagyon király, ilyen szuperhősös témában csinál magának cosplay-ket nevű dolgokat, amikre majd küldök nektek linket, nagyon-nagyon ügyes csajszi, és tulajdonképpen minden alkalommal, amikor elértek valamilyen milestone-t így a guild életében, amiket majd kommunikálni fogunk, akkor azt is még NFT-vel fogjuk jutalmazni. Az NFT-kben az a kurva jó, hogy tulajdonképpen egyfajta logikát tettünk mögé, például ugye a badge-ek mögé ezt, hogy akkor játékokban ezeket tudjátok majd használni, viszont a pop-ok mögött még olyan szinten abból a szempontból nincs logika, hogy ezt majd ötvözni fogjuk ezzel a különböző SLP, vagy akár saját tokenünk, vagy akár AXS rewardokkal, vagy adott játékoknak a tokenjének a rewardjával. Nyilván mindegyiknél reméljük, hogy feljebb fognak menni az árak, főleg ugye az SLP-nél le van kopogva, de hogy tulajdonképpen, ha rendelkezel egy poappal, mert megvan neked az a poapot, hogy te 3 hónapig tényleg hozt az 25-öt, akkor ugye arra az adresszre fogjuk dobni neked a plusz 525 SLP-t, meg esetleg bármilyen más rewardot, ami mondjuk e fölött van, hogy emellett van, úgyhogy ebben majd a segítségeteket kérjük, mi azt biztos, hogy elkezdjük felállítani azokat a rendszereket, vagy nem rendszereket, ez ilyen gyökérség, de hogy azokat a dolgokat, amivel XP-t tudtok kvázi gyűjteni a guildbe, mint mondtam, RPG karakterek vagyunk, és ezért mi tulajdonképpen követni fogjuk ezt a progresszeteket ilyen különböző pop-okkal, különböző NFT-kkel, és akkor tudjuk, hogy mindenki, akinek megvan, mit tudom én, az AY pajzs NFT, az egy guild OG volt, és akkor mit tudom én, tök jó neked, mert nem tudom, rögtön whitelist-re kerülsz a tokenünkbe, stb. Szóval, hogy ezeket így megéri majd így gyűjtögetni, mert megéri majd így aktivizálódni, és ezért egy olyan plusz incentíva lesz, amit szeretnénk nektek adni folyamatosan. Az update-ekről még meséljek, ugye Ádám, a referál változásról és a többiről. Igen, Léci. Jó. Mint tudjátok, eddig minden egyes alkalommal, amikor hoztatok valakit a guildbe, vagy ajánlottátok valakinek a játékot, akkor megkaptátok az ember, adott ember SLP-ének a 10%-át havonta, és ezt 3 hónapig igazából tudtuk nektek küldeni, ami egy ilyen tök jó kis plusz lett azoknak, akik ugye hozogattak embereket. Főleg azok jártak jól, akik mondjuk elég jó játékosokat tudtak hozni, vagy elég jó játékosoknak mutatták meg ezt a dolgot. Mi nagyon sokat átlagoltunk és számolgattuk azokat, hogy ez pontosan hogy jön ki jól embereknek, és azt láttuk, hogy tulajdonképpen a referált azt át tudjuk dolgozni egy fix SLPV, vagy majd nyilván más játékok esetén egy fix másik játéknak a tokenjévé, de úgy nézzük, hogy ha 3 hónapig itt van az az arc, akit egyébként te hoztál, akkor mindenképpen kapsz minden egyes ember után, akit hoztál, 525 SLP-t. Ez így nekünk is jó, mert így legalább tudjuk, hogy 3 hónapig itt lesznek az emberek, akiket hoztatok és szeretnének játszani, reméljük. Illetve nektek is jó, mert a nagy átlagban tulajdonképpen így, hogyha esetleg az ember nem is teljesít jól, akkor mondjuk nyilván több SLP-re tud számítani, mintha mondjuk nem tudom, mintha mondjuk a százalékos átlagát néztük volna az adott emberkének. Az automatizálás miatt a műkérdés is volt, tulajdonképpen azt értük el, hogy a YGG is axikat használó emberek, vagy a YGG és AY axikat használó emberek, ők 3000 SLP után fognak tudni klémelni. Igyekszünk úgy összeállítani majd a csapatokat, mert nyilván rajtuk is múlik, hogy ezt azért havonta így meg tudjátok szerezni, viszont ez teljesen automatizált lesz mostantól, tehát hogy se nem nekem kell elküldeni majd a Ronin címeket, hanem azt majd ott lemenedzseljük az első embereknek, akik már elküldték ezeket nyilván. De YGG-s axia még senkinek nincsen, viszont a YGG Discordjába be kell lépnie mindenkinek majd, aki szeretné így hasonló olyan accounttal rendelkezni, ami YGG axikat használja.
és automatikusan 3000 SAP után fognak tudni klémelni. Ezt igazából jóvá kell hagyni, de szólni nem kell róla, tehát hogy tulajdonképpen mi naponta megnézzük, amikor láttuk, hogy mi indítottátok a klémet, akkor igazából csak rákattintunk egy pipára, és mindenkinek elküldődik a Rolling címére, szóval egy nagyon-nagyon jó kis automatizációról van szó. A másik pedig az, hogy ha végigmentetek eddig a guildes kiválasztási procedúrán, akkor most itt igazából skippeltük ezt a személyes interjú dolgot. Tudom, sokan most felsírtak, mert mennyire jó volt velünk beszélgetni, és mi is szeretünk veletek beszélgetni egyébként, és ilyen amák lesznek egyre gyakrabban. De nagyon szeretnénk kicsit automatizálni a kiválasztást, ami úgy fog kinézni, hogy amikor érdekel maga az AXI program, akkor jelentkezel a weboldalunkon, és a weboldal már át fog hozni tulajdonképpen a Discordra, legalábbis ez a terv, ahol meg tudod adni a különböző fontos infókat magadról, tehát hogy nem szeretnél 2,3 millió dollárt keresni naponta AXI-ból, stb. Éppen mindenki szeretné, de hogy mondjuk ilyenekre azért odafigyelünk, hogy ki az, aki ajánlott téged, honnan jött az ötlet, hogy egyáltalán elkezdjél axizni, stb. És ezeket mind-mind mi végigvisszük. Na most ezután, ha valaki végigment ezen az application formon, akkor mi tulajdonképpen csak átnézzük a válaszait, amit megadott a formon, és utána approváljuk vagy decline-oljuk azt, hogy ő kapjon axi csapatot. Ha approváljuk, akkor kiosztódik neki automatikusan egy 3 axiból álló csapat, amivel már amit tud szinkronizálni, és amire lesz egy tulajdonképpen egy videós ilyen tréning kurzus, amit egyébként Dani is tart, meg én is az elején, de én csak arról beszélek, ne aggódjatok, hogy mit tudom én, hogy kell aktiválni az axit, meg ilyenek, tehát ilyen, nem vagyok ilyen aréna basszó, mint a Dani, hogy mit tudom én, ezt meg tudjam csinálni, hogy kell ezt jól elmagyarázni, úgyhogy az arénás részeket az Dani fogja átadni, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy mire eljuttok végigjuttok ezen a folyamaton, addigra mindenki minimum 75 SLP-ket tudjon hozni, és Dani fog tartani minden héten 2 vagy 3 darab, attól függ, hogy fog kinézni ez a növekedési rátánk orientációs ilyen tréninget, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy Dani játszik csapatokkal, és meg tudjátok nézni, hogy kell játszani. Ezt szeretnénk, hogyha az új szkoláraknak lenne fókuszban, tehát hogy aki bejön és tudjon kérdezni Danitól, hogy figyelj, miért tetted le most azt a healer képességet az Anemone csapatodban a második körben, ezt jó lenne meghagyni az új szkolároknak, akik bejönnek, de nyilván mindenki feel free to join, csak mit tudom én, nem tudom, Sali például, légy szíves, ne azt hogold, hogy Dani segítsen neked abban egy ilyen új orientációs napon, hanem azt mondjuk nézzük végig, és akkor az úgy fasza lesz. És akkor ugye ebből jött az, hogy mivel végigvisszük így viszonylag automatizáltan ezt az egész dolgot, egy orientációval zárjuk le, és onnantól kezdve úgy érezzük, hogy az emberek már 75 plusz SLP-t tudnak szerezni, ezért is irányítottuk át a fókuszot arra, hogy a privát tréning, amit a Danival vagy akár Harrykkel lehet csinálni, az egyfajta SLP-koszt lesz majd a szkolároknak, vagy hát bárkinek, akik szeretné, illetve hát ez nyilván a Daninak meg a Harryknek is egy plusz lehetőség, illetve azt is szeretnénk ugye nyilván elérni, hogy bárki lehessen tulajdonképpen tréner, tehát ha érdekel benneteket egyébként egy ilyen tréning pozíció, és nagyon jól megy az axi, és nem feltétlenül csak a 40 energy-re vagy 60 energy-re akartok rámenni, hanem ez a tréning is okos, tehát trénerek is szeretnétek lenni, akkor is keressetek meg minket, mert egyrészt ez most csak az axi, és amúgy minden játékban szeretnénk trénereket alkalmazni, akik segítenek az embereknek tök jól szerepelni a játékokban. Másrészt meg, ha nem szóltok, hogy amúgy szeretnétek, akkor nem tudjuk. Tehát, hogy minden, amit most ugye elmondunk, az mindegyik szubjektív. Tehát, hogy mi úgy gondoltuk, hogy ez tök fasza, de tudjátok, ha megírjátok, és szerintetek nem frankó, akkor pedig kidolgozunk valami másikat, vagy hasonlóan jót, vagy stb. Úgyhogy ezek így ezért lesz így tulajdonképpen ez a változás, ami így a referrállal, illetve a különböző klémekkel kapcsolatban fog történni. És akkor nekem itt most a tokenomics-ról van a következő topikom, azt akkor toljam el, nem? Ja, igen, akkor... Igen, így gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy azt biztos emlékeztek rá, több alkalommal is mondtuk, hogy mit szeretnék saját tokent is csinálni, ami szintén egy óriási lépés lesz majd a Guild életében, erről is szeretnék egy pár szót szólni, hogy ez körülbelül mi várható, hogyan várható, miért lesz ez érdekes számotokra. És igen, akkor egy pár szót esetleg arról, hogy jelenleg hol tartunk ebben, jelenleg mik az elképzeléseink. Jelenleg a tokenomicsunk az úgy néz ki, hogy megfogtunk egy-két mintát, ez ugyanolyan, mint a játékfejlesztés, a szoftverfejlesztés, hogy megnézel egy-két másik mintát, akik jól csinálják, és megpróbálod először abból kiindulva megcsinálni magadnak, nem kell mindig feltalálni a spanyol viaszt elsőre. Ha látjátok a többi guildek életét, akkor körülbelül mindenki egy ilyen, hát 1 milliárdnyi maximum token supply-jal dolgozik, ezt mi kicsit
megspékeltük, mi 1,2 milliárd tokennel szeretnénk dolgozni, és kicsit más lesz az inflációs és deflációs politikánk, de ezt nem fogom most részletezni ebben a hívásban. Egyrészt azért, mert még mi is dolgozunk rajta Szilúrral, másrészt azért, mert ez most igazából egy ilyen overview, de tulajdonképpen, hogyha megnézitek a YGG-nek, Merit Circle-nek, Blackpool-nak a tokenjének az árát, akkor mi is egy hasonlót szeretnénk elérni. Nyilván egy ilyen YGG is 5 és 10 euró közötti, az sokkal-sokkal frankóbb lenne, mint a többieké, nem tudom, hogy most hogy állnak. De a mi 1,2 milliárd tokenünk az azért több 200 millióval, mint a többieké, mert mi szeretnénk játékfejlesztőknek granteket is adni. Tehát azt szeretnénk, hogy a guild életébe be legyenek csatornázva azok a játékok és játékfejlesztők, amik így kijönnek, és a fejlesztőknek éppen pénz kell. Most ez kvázi úgy fog kinézni, hogy lesz olyan tokenünk, aminek így ami fölött a guild rendelkezik, a guild közössége rendelkezik, és meg tudjuk majd szavazni, hogy bejön hozzánk játékfejlesztő, tart egy olyan EMA-t, hogy srácok, nekem kellene most 50 ezer dollár, és azt éppen tudunk adni nekik, akkor bejövünk, elpicseli nekünk a játékot, bemutatja azt, hogy fog kinézni az ő tokenomics-uk, bemutatja, hogy fog kinézni a játék, remélhetőleg ad beta access-eket, és akkor mi, mint közösség meg fogjuk tudni szavazni, hogy a saját treasuringből szeretnénk-e nekik adni valamennyi ilyen grantet, és akkor azért cserében nyilván ők NFT-ket, saját token, stb. Fognak nekünk még adni, tehát ezt is szeretnénk egyfajta decentralizált módon majd így a közeljövőben, de mit tudom én, egy azért nem beszélünk ilyen 10 évekről ezt elérni. Emellett nyilván a tokenünkből szeretnénk arra is költeni, aminek az eladásából, vagy akár exchange-ből szeretnénk költeni új játékokra, kicsit a treasuring-et így megnyomni, tehát nem feltétlenül csak játékok, hanem olyan értékes NFT-ket megvenni a treasury-be, ami tudjuk, hogy tartja az értékét, és mondjuk tényleg értéket ad ugye ezáltal a tokenünknek is. Tehát lehet, hogy lesz egy-két ilyen Bored Ape Yacht Club tokenünk, amin ugye, ha van neked AY tokened, akkor kvázi ilyen partial ownership-et szerzel benne, tehát hogy kvázi az a te NFT-d is lesz. Igen, ez volt a reservünkben. Investoroknak és alapítóknak nyilván el kellett különítenünk valamennyit, ebben benne lesznek az ilyen különböző marketingköltségek is, streamerek, stb. Illetve a legfontosabb része az a community mining lesz. Tehát minden olyan dolog, ami most jelenleg vagy SLP-vel jutalmazunk, vagy bármilyen résszel abból, hogy most, tehát most jelenleg ugye SLP-t termel a guild, nem tudunk tulajdonképpen mást adni. De amint van saját tokenünk, beledolgozzuk azt is, hogy legyen benne egyfajta community mining, ami azt jelenti, hogy ha aktívak vagytok a community-ben, segítetek másoknak, videótréningeket tartotok, nem tudom, voice channelekben aktívak vagytok, beszélgettek, stb., akkor egyfajta community aktivitás, egy közösségi aktivitással tudtok szerezni a mi tokenjeinkből, ami nyilván hasonló, mint a Bitcoin, tehát hogy nem lesz mindig, mit tudom én, nem lesz mindig, hogy egyet kapsz mondjuk egy heti aktivitásodért, hanem lehet, hogy ahogy növekszik a guild, mit tudom, mindig feleződünk. Hasonlóan, mint a Bitcoin mining, de alapvetően itt nem bányagépekkel fogtok dolgozni, hanem azzal, hogy játszotok egy játékkal, segítetek másoknak, illetve mondjuk azt mondjátok, hogy meghívjátok még a spanyaitokat, mert az úgy egy tök jó guild, és amúgy pénzt lehet keresni játékokkal, tehát miért ne legyünk többen, ugyanis nyilván minél többen vagyunk, annál remélhetőleg annál feljebb megy a tokenünknek az értéke is, amire szurkolunk, és akkor ez az, ami irányba el fogunk menni, tehát hogy ahogy növekszünk, és most jelenleg persze centralizáltabban kell elképzelni, hogy dolgozunk, mert azért van egy vízió, amifele haladunk, így a ti is tudjátok, ez a metaverse munkahely dolog, amifele haladunk, de ez nagyon kevés ideig lesz már így kvázi centralizáltan, tehát szeretnénk minél többet visszaadni a közösségnek, hogy így közösen tudjunk dönteni dolgokról, és ez az, amifele tartunk. És emiatt ki is találtuk így az első olyan, hát izgalmas, meg talán kézzel foghatóbb ilyen community mining dolgot, amit az Ádám fog elmesélni nektek, hogy pontosan itt a referral program, vagyis itt a referral, nem tudom, igazából verseny talán, keretein belül, hogy fog kinézni azt, hogy tudtok tokent szerezni, vagy legalábbis ilyen pre-sale lehetőséget. Ádám, akkor azt átadom neked, és akkor mondd el gyorsan. Igazából nem egy bonyolult dolog. Itt most nagyon sok információ elhangzik, biztos ti is érzitek, hogy nekünk is ez még egy új terep, nekünk is ezek még tervek, tehát nem biztos, hogy minden konkrétan így fog maradni, ahogy most ezt elterveztük, de most jelenleg ezek a szándékaink, ezek a terveink, és ugye emiatt a mi legnagyobb tervünk most az, hogy körülbelül 1000 szkolára felnőjünk április-május környékére, emiatt pedig úgy szeretnénk ezt kicsit belülről is serkenteni, hogy arra kérünk titeket, hogy akkor januártól, 2 nap múlva gyakorlatilag,
kvázi minél több ember próbáljátok meg a guild felé terelni, minél több ember szeretne, minél több embert hallotok, szeretne játszani Axival, akkor ezt terejétek a guild felé, és ezt úgy szeretnénk jutalmazni, hogy jelen pillanatban most úgy gondoljuk, hogy a következő 3 hónapban a 3 legtöbb referált adja, majd fogtok kapni ilyen saját referál linkeket is például, tehát hogy biztosan tudjuk, hogy tőletek érkezett a játékos. Az első, ezért az első helyezett majd kap 100 ilyen EY tokent, a második helyezett 80 ilyen EY tokent, a harmadik helyezett pedig 55-öt. Ezt nagyjából úgy számoltuk ki, hogy ugye sok esetben a YGG-t veszük mi alapul, most a YGG token az kb. $4 ér, és akkor körülbelül így lehet számolni, hogy ez a 180, illetve 55 majdani EY token az körülbelül reményik szerint mit fog érni. Ezzel szeretnénk motiválni titeket, hogy tereljetek sok-sok embert ide. Ez egyébként azon felül van, hogy ha valaki ugye rajtatok keresztül érkezik, és a ti preferálatokkal kezd el játszani, és 3 óra itt van, akkor kapjátok utána is ugye az 525-ös LP-t. Tehát ez egy ilyen külön díj, mondjuk azt ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez reméljük, hogy eléggé motiváló lesz számotokra is. Következő és egyben utolsó témánk, az pedig maga ez a Genopets lehetőség, amiről talán már olvastatok. Ezt mi nagyon-nagyon várjuk, ez nyilván számunkra egy óriási izgalom volt, amikor megtudtuk, hogy gyakorlatilag az elsők között szálltunk be ebbe a kriptojátékba, és amit tudunk, azt most gyorsan elmondanám meg nektek, aztán átérünk a kérdésekre, mert már egy kicsit túlhúztuk a dolgokat. Jó, akkor jó leszek. Igen, alapvetően itt ez is csatlakozik az előző témához, tehát azért is szeretnénk növekedni, meg láttuk, hogy a növekedésünknek eddig az is volt a gátja, hogy vagy nem tudtunk axikat adni, vagy pedig nem voltak olyan játékok, amit mondjuk több embert érdekelt volna. És a Genopets az ebből a szempontból is egy tök jó ilyen kis irány nekünk. Tehát, hogy azok az emberek, akik szeretnének kvázi mozgással tokent keresni, tudom, hogy vannak hasonló ilyen kisebb játékok, és Rombi azt mesélte, hogy vannak már ilyen hasonló tokenkereső, sőt, Dadó is mesélte, mozgással tokenkeresős játékok, de ez a Genopets, ez kicsit a play to earn, sőt, vagy play and earn kombinálja ezzel a move to earn-el. Tehát azok az emberek, akik kicsit ilyen, akár fitnessesebbek, de legalábbis a napjaikban benne van nagyon sok mozgás, fogalmazunk kicsit enyhébben, ők azok, akik mondjuk ezt élvezni fogják leginkább, tehát ugye mindenki le tudja mintelni magának majd a Genopetjét, és azt tudja fejleszteni, ők lehetnek a különböző ilyen kollektorok, tehát amikor sétálsz, akkor fejlődik a Genopetted, lehet elvinni különböző story módba játszani, PvP-be, stb., és lehet így, nem tudom, pesztrálgatni, mint egy Pokémon Go-ban. Nyilvánvalóan, mikor beszéltünk a fejlesztőkkel, akkor mondták, hogy az első verziója azért az nem lesz a legintelligensebb dolog, tehát tulajdonképpen, hogyha ráakasztod egy ventilátorra és pörgeted a telefonodat, akkor már számolja a lépéseket, úgyhogy tök jó, hogy már is lehet csalni benne, de remélhetőleg ezt nem mindenki fogja tudni. Szerintem hamar lesznek róla egyébként cikkek meg videók, hogy ezt meg lehet csinálni. Működik okos eszközökkel is, bármilyen okos órával, ami méri a lépéseket, fitness, stb. Azzal mindennel működni fog, és ők az ő céljuk az, hogy egyre több ilyen különböző fitness dolgot tegyenek bele. Ahol mi bevásároltuk magunkat, azaz befektettünk a Genopetsbe pontosabban, mert ugye bevásárolni elvileg tudták már magukat emberek eddig is akár a nem tudom, pre-sale-eken meg hasonlókon. Ez nekünk nem a pre-sale-ben vagyunk ott, mi igazából inkább ebben a seed sale-ben, tehát ami így kvázi csak egy ilyen nagyon limitált individualoknak elérhető. Na most azt kell tudni a Genopetsről, hogy mi habitatokat vásároltunk, a tier 1-es, tier 2-es és tier 3-as habitatokat, amik lehetővé teszik majd az embereknek, hogy igazából ezt a key tokent ezt termeljék is, illetve kristályokat termeljenek majd ebben a Genopets nevű játékban. Az izgalmas dolog az, hogy amikor termeled ezt a kit, meg ezt a kristályt, azt nyilván más emberek fogják használni arra, hogy fejlesztik a Genopetjüket, tehát van egyfajta egészséges költési mechanizmus a gazdaságában a Genopetsnek. A számomra izgalmasabb dolog viszont az, hogy mikor kijönnek az androidos meg az iOS-es verzióval a Genopets fejlesztői, akkor azokban a platformokon, tehát hivatalosan store-os verziókban nem lesz tulajdonképpen olyan lehetőség, hogy kriptót keressél. Azok a játékosok, akik a Genopetszel fognak játszani az iOS meg az androidos appokon keresztül, ők azért fognak játszani vele, mert tetszik nekik a játék, vagy mozogni szeretnének, és mondjuk tök jó, hogy van nekik egy ilyen kis petjük, állítólag.
és amit viszont ők költenek, tehát amikor az appon belül bemennek, és azt mondják, hogy nekem kell 10 darab kristály, és fejleszteni szeretném a petemet, akkor azt viszont azoktól a játékosoktól fogják megvenni az alkalmazáson belül, akik előállították a kristályokat. Tehát ha van egy tier 2-es, tier 3-as habitatod, és állítottál elő kristályokat, akkor azt tőled fogják megvenni, és mi tulajdonképpen, mint guild, ezeket a habitatokat fogjuk nektek odaadni, amivel tudtok tulajdonképpen pénzt termelni, meg különböző ilyen, akár komplexebb gazdasági dolgokat megcsinálni. Valószínűleg nem csak az lesz, hogy mit tudom én, naponta lesz bele valamennyi cucc, amit foglalkozni kell, és akkor megtartjuk a, és akkor megtartjátok a 70%-ot, mi meg a 30%-at, megnézzük, hogy pontosan hogy fognak alakulni ezek a scholarship modellek, de egyelőre nagyon izgatottak vagyunk, mert a Genopets az egy ilyen, az első ilyen proof arra, hogy mint guild ilyen nagyon komoly dolgokat el tudunk érni. Egyik befektetőnkön keresztül jutottunk el hozzájuk nyilván, meg bemutattak nekik, de ettől függetlenül ott már nem voltak ott, hogy igent is mondtak, hogy akkor mi jöhetünk be, mint befektető a Genopetshez. Úgyhogy ez nekünk egy izgalmas dolog, én tök örülök neki, és hát meglátjuk jövőre, hogy akkor pontosan ők hogy fognak alakulni. Körülbelül a Genopetszerre olyan 100 embert fogunk tudni első körben így alkalmazni, 100 scholarship-et fogunk tudni kiadni erre a cuccra, úgyhogy annyira készültek, sokan jeleztétek már, igyekszünk mindenkinek adni, aki jelezte, hogy akkor őt érdekli, de nyilván hivatalosan is majd bejelentjük, hogy pontosan hogy állunk az elkövetkezőkben. Igazából a tervezett része az EMA-nek, vagy AMA-nak, vagy BKV-nek, ugye? Körülbelül eddig tartott, reméljük, hogy tudtunk érdekes dolgokat mondani, azért meg elnézést kérjük, hogy egy kicsit elhúzódott. Úgyhogy átérhetünk most igazából a kérdésekre. Kérdéscsatornát közben nézegettem, Hopkának innen is köszétte leszpemmelted, de ezért találtam kérdést. Kérdeztétek, hogy meddig fog járni a 40 energia, hogyha valaki megnyeri a lehetőséget és azt választja, hogy igen, szeretné csinálni. Mostani állapot szerint úgy gondoljuk, hogy ez 3 hónapig fog járni, hogy valaki 40 energiával tud utána játszani, aztán kvázi újra meg kell küzdjön a lehetőséget, aztán majd nyilvánvalóan a visszajelzések alapján ez módosulhat, de most egyelőre ez az elképzelésünk. Nézem a requesteket. Nyugodtan tegyetek fel a kezeteket, ha van még kérdés, akkor felhívjátok ide a stage-re, aztán megkérdeztetitek. Egyébként nem muszáj használni purely az AMA questions-t. Ezer emberből top 10-nek jár? Nem, ez nem így van logika. Gosa azt kérdezte, hogy 40 energiával kapcsolatban, az 1000 emberből a top 10-nek jár csak a 40. Alapvetően az volt a megfigyelésünk, hogy azok az emberek szeretnének elsősorban 40 energiával játszani, vagy akár 60-nal később, akiknek ad egy jól megy maga az axi, tetszik, de hikacuc, van több idejük vele játszani, és ők így benne vannak így általában azok között, akik ilyen top earnerök a dologban. Nyilván lesz olyan is, hogy valakinek nem feltétlenül legjobb csapata van, és akkor szeretné mégis 40 energiával, most azt persze megbeszéljük, de így azok között, akik így elé, tehát meg ahogy növekszünk, nyilván nem csak top 10 lesz, most jelenleg 50 embernél, a top 10 az egy ilyen terület, az ötöde ugye az embereknek, úgyhogy itt az lesz, hogy tulajdonképpen szeretnénk a legjobb performanszokat közé tartozó embereket majd azzal jutalmazni, hogy megvan a lehetőségük ahhoz, hogy 40 energiával játszanak, ez még most jelenleg egy ilyen jó mutató szám a top 10, aztán utána majd ez növekedni fog. És Genopets mindenkit érdekel, ez tök jó. Oké, remélem megválaszoltam a kérdésedet. Ó, Ádám elpadlózta. Haha, mekkora lúzer. Jó, akkor CS, még lehet fel a guildbe kerülés kapcsán. Fanni, igen, a leheteket szerintem én írtam, és szerintem csak lehet, hogy utána nem vettem fel a cuccot. Írok nekem, vagy tudom mit, írjál nekem még egy e-mailt, ez a mark@aeyguild.com, és akkor felveszünk a kapcsolatot. Levi, téged is érdekel a Genopets, oké. Okay. Genopets Gosát is érdekli. Mindenkit is érdekel. Jó, oké. Okay. Ahogy látom, Konytnak van egy kérdés itt az e-mail. Na, az jó, az király. Gyere, Boti. Hát mit tudom a kezét. Invite to speak. Na, köszi, már itt várok 5 percet. Boti, fogadd el. Még mi sem csináltunk ilyet, úgyhogy rohadt érdekes. Ez tök jó lesz, mindjárt el kell fogadnia, figyeljétek. Kérdésre nem vagyunk kíváncsiak, de nagyon kíváncsiak. Köszi, na, itt vagyok, csak közben folyton ugrottak fel a Discord értesítések, és nem bírtam kilépni az ebből a ablakból. Szóval még a 40
NLG-hez kapcsolatban annyi kérdés volt, hogy ugye mondtad, hogy 3 hónapig fog tartani, de ezt úgy értjük, hogy 3 hónap után, hogyha a 3. hónap után benne vagy a top 10-be, akkor ismét meghosszabbítódik, vagy hogyha tegyük fel, megkapod a 40 energy-t, és az 1. hónap után megint benne vagy, akkor így tolódik a 3 hónap? Csak így részletkérdés. Ja, értem. Nagyon jó kérdéseid vannak, még nem beszéltünk, te ennyire még nem gondoltuk túl a dolgot, de ebből is látszik, hogy még azért van mit gondolkozunk, úgyhogy erre igen, mert így nem fogunk tudni válaszolni. Úgy gondoltuk, hogy van egy csomó csávó, meg csajszi, akik szeretnének 40 energiával játszani, és hogy azoknak adjuk oda 40 energiát, meg hogy nyilván veszünk axikat, stb. Nem tudjuk, hogy a YGG is az, se tudom, hogy fog alakulni, onnan is küldtetek igazából hetet, szóval nem kell megvenni őket. De hogy nem kell fenntartanod a top 10-et ahhoz, hogy megmaradjon 40 energiát, csak 3 hónapig legalább egyszer a top 10-ben kell bekerülnöd azért, hogy egyáltalán lehessen 40 energiád. Tehát ez volt egy logika. Utána, ha megvan 40 energiád, akkor már nyomhatod, tehát tolhatod. Most nyilván ott más az már egy ilyen új korszak az emberek életében, amikor 40 energia van, mert tudnak 4 órát axizni egy nap, vagy nem tudom. Dani, mennyi a 40 energiával egy nap? Ez hány órás neked? Ugye egy 40 energia az nagyjából 3-3 és fél óra, ugye attól függ, hogy mennyit kell várnod egy meccsre, lehet akár 4 óra is, de azt mondom, hogy 3 órával számol. Tehát na igen, kirek 3 körül. Itt akkor az meg létszik, mert kérdeztek Osra egyébként, hogy 60 energiával is lehet játszani, akkor ennek a szépségeit létszik, az meg így röviden vele, hogy ez így hát, körülbelül hány óra és mindig a durva. 60 energia az minimum 4 óra hossza. Meg azért egy belenyomni az olyan, hogy tehát lehet az első 10 meccsen, meg 20 meccsen még azért ott vagy tényleg a toppon, de hát már az utolsó 20 meccs már szenvedés, tehát tényleg csak be akarod fejezni. Ráadásul, ha mellette dolgozol is, ráadásul, ha 12 darab dolgozol mellette, akkor még lehetetlen. Úgyhogy én azt mondom, hogy 40 legyen a teteje mindenkinek, persze, hogyha nagyon brutálba tolod, te is ilyen brutál, vagy brutál Márk mondjuk, hallottam már ezt a nevet, akkor megpróbálhatod, de szerintem tényleg a 40 az egy egészséges határ. Én ezt úgy gondolom, tapasztalatból mondom. De természetesen, ha valakit az érdekel, hogy 60 energia, akkor 60 energiával is lehet. Igen, van itt egy ilyen kérdés. Erre szeretnék még reflektálni, hogy igen, egyébként én is megkaptam a lehetőséget, úgyhogy ezt tényleg köszönöm amúgy így utólag is a 60 energiára. Tehát, hogyha esetleg tényleg ezután is szeretnétek, akkor vegyétek fel a kapcsolatot a leaderekkel. Köszi, köszi. Közben itt volt egy olyan kérdés is, hogy várhatom, hogy lehet meg Oxid csapatot szerezni, vagy milyen feltételeknek kell megfelelni. Úgy emlékszem egyébként, hogy Nick veled már beszélgettünk is, tehát azzal kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy akivel már beszélgettünk, és pozitív volt a visszajelzés részünk, tehát legalább azt annyit visszajött neki, hogy ahogy bekerültél a Guild poolba, vagy mondjuk esetleg decemberben beszélgettünk, és még nem ment ki ilyen e-mail, de egyébként arról volt szó, hogy szimpatikusak voltatok, és majd hamarosan fogtok tudni kapni csapatot. Gyakorlatilag most azt tudom mondani, hogy akivel már eddig beszélgettünk, őben van ebben a poolban, az mondjuk 99% eséllyel fog valamikor januárban csapatot kapni. Az újak pedig, ahogy a Márk is mondta, egy ilyen automatizált folyamaton fognak keresztül menni, és ott igazából a vízválasztó az majd az első gét lesz, tehát ott lesznek beállítva mindenféle ilyen zöld pipák meg piros X-ek, hogy értékeljük azt, hogy valaki hogy teljesítünk az első időszakban, és esetleg, ha úgy látjuk, nem megfelelő hozzáállás, akkor búcsúzunk tőle, de nagyjából így lehet számítani rá, hogy akikkel már meg volt az interjú, azok 99% hogy fogsz csapatot kapni januárban. Azt mondja, hopkaplé, ne csak a pozitivitás legyen, az egy szar világ, geci, ahol negativitás is van, vágod. Jó, oké, nem basztunk még ki amúgy senkit. Mármint, hogy nem kértünk meg senkit, hogy távozva. Nem kértünk meg senkit, igen, hogy menjen el. Az olyanok már nyilván voltak, akik nem akartak az Axis Scholarship-ben tovább játszani, vagy nem tetszett nekik. 2-3 ember volt, aki azt mondta, hogy nincs rá elég ideje. Egy bitom én egy 2 hetes játék után, vagy másfél hetes játék után. Volt srác, aki azt mondta, hogy nem elég komplex neki a játék. Tök valid, szerintem sem. Ezt meg kell találni kicsit így a feelinget így az Axival. Volt egy ilyen is. Volt olyan, aki nem hozta a 75 SLP-ket, nem mondtam, hogy hát a heti 5-25-öt, szóval el kellett búcsúznunk tőle. Ugye vannak emberek, akik sokkal faszább csapatokat kapnak, mint amennyi SLP-ket hoznak, ahhoz ugye mindig az orientációt, meg a tréningeket, meg ezeket találjuk ki. Tehát, hogy
előpróbálunk meg azért segíteni az embereknek jobbnak lenni, mint hogy kikúrjuk őket. Szerintem ez egy jobb mentalitás, hogy így edukét, és utána, hogy látjuk, hogy egyáltalán nincs rajta mondjuk effort, vagy nincs benne effort, akkor esetleg azt mondani, hogy köszi, akkor ennyi volt a sztori. De mondjad. Ja, semmi, csak azt akartam mondani, hogy látjuk, hogy van akinek nem jön át, hogy te is mondtad, egész egyszerűen valahogy nem érez rá. Meg vannak olyanok is, akik nehezebben éreznek rá, tehát itt is volt, hogy most itt is vannak olyanok, majd hogyha magára is van, akkor esetleg jelentkezik, akinek az elején úgy kicsit nehezebben ment, dezögösebben ment, aztán az elmúlt pár hétben, hónapban meggyakadtak szárnya, és most nem azt mondom, hogy erőn felül teljesítve nagyon. Nagyon-nagyon szép számokat hozott, mert neki 2 hónap volt, mire ráérzett erre. De meg volt a kitartása is, és itt maradt is csinálni. Igen, Kobra, rád gondoltam. Egyébként csak nem akartam így az engedélyed nélkül mondani a neveled, de igen, rád gondoltam egészen konkrétan, hogy neked az utóbbi időben nagyon ráállt az egyen, ami tök jó. Az így van. Oké. Okay. Narancsárga név az kiknek és miért jár? Azt az igazság, hogy van egy ilyen kis, nem tudom, kreatív obstacle ugye a guildben vágott, tehát szeretnénk elnevezni különböző rólokat, meg ilyeneket az alapján, hogy mit adnak hozzá. És a Sith Lords and Friends az egy ilyen kellően nördi és kellően vicces dolog, legalábbis nekem, én nagyon sokat nevetek rajta magamban, mikor egyedül ülök a szobámban, ezt sokat elmond rólam is, hogy Sith Lords and Friends, de jelenleg az... Igen, szép. De jelenleg azoknak járt ilyen narancsárga név, akikkel így szorosabban együtt dolgozunk folyamatosan, akik, mit tudom én, első szkolárok voltak, tudjuk, hogy szoktak segíteni másoknak pörögni. Ha szeretnél narancsárga nevet, akkor beszéljünk róla rá, talán azt kérdezi, aki szeretne. Ez a mennyibe kerül ez a Ferrari? Igen, szia uram, narancsárga nevet. Szia uram, olcsó narancsárga nak, nem érdekel? Úgyhogy az egy ilyen első ötlet volt, mert láttuk, hogy emberek keresnek még rajtunk kívül embereket, akikkel lehet beszélgetni, így nem tudom, help, meg ilyen szempontjából, ezért alakítottuk ki első körben, de valószínűleg, amikor elindulunk egy normális hierarchiában, tehát hogy leszünk, mit tudom én, ilyen a guildnek a treasury-ében, treasury-t őrző emberkék, mit tudom, az Ádám meg én, stb. Dadó, hasonló, de igazából country manager is, szóval ez majd nagyon sok minden attól fog függni ezekben a rólokban, a Discordon, hogy mi mit találunk ki, hogy milyen pozíciókban töltsenek be emberek, mert úgy fogunk kommunikálni róla. Tehát ha egy csávót elküldjük, hogy figyelj, ez a problémát tök jó, van a Dadó, aki felelős a Csemek Szlovák szkolárokért, mert ő a, nem tudom én, chat szlovák country manager, akkor a csávó ne jöjjön be Discordra, azt lássa, hogy Sith Lords and Friends kategóriába kell valami csókát megkeresni, az tök kellemetlen, hanem akkor mit tudom én, tényleg mondjuk country manager volt kapjon. Kicsit tovább többet válaszoltam erre, mint kérdeztél, de hogy alapvetően most így elkezdtünk gondolkozni embereken, akik így a guild életében is nagyon sokat segítenek, úgyhogy Ákos, te is fogsz tudni kapni majd plusz rólt, mert te is egy tök aktív srác vagy. A Sabaki 88-ról van szó, ha valaki Alapvetően Gosának van egy csomó jó ötlete azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt az egész onboardingos dolgot mostantól csinálni. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy így nekünk léci, hogy itt most el fog veszni a sok vicceskedő meg kérdés között, ami nem baj, mert aki, hogy ilyen aktívak vagytok, csak így nem fogjuk tudni követni. Közben Lucifer kérdezte már korábban, csak nem felejtettem el, hogy ha valaki szeretne ezekben az NFT dolgokban, a grafikai részére gondol részt venni, ugye már említetted ezt a lányt, aki segít nekünk, akkor ez van-e lehetőség, meg lesz-e ez honorálva? Szerintem abszolút van erre lehetőség, meg honorálva is lesz, úgyhogy szerintem erről beszélgessünk szintén külön. Erre ezt tudom most így hirtelen mondani.